Minden szentek napján Spányantal megyés püspök tartott szentmisét a Szent István Székesegyházban minden szent tiszteletére, illetve azoknak az üdvözölteknek a közös ünnepén, akiket nem avattak szenté, akik nem kaptak külön napot a szentek naptárában. Ma a Nagy Szent Egyház minden szentek ünnepén arra hív meg bennünket, hogy bepillantást nyerjünk abba az égi dicsőségbe, amelyet az Isten a mi számunkra készített, ahol mindannyiunknak külön személyre szóló helyünk van. Az egyházi év vége felé, amikor a nappalok rövidülnek és a sötétség órái hosszabbodnak, akkor az egyház a liturgiáján keresztül megmutatja nekünk a szentek otthonát, megmutatja, amit az Úr készített, nem csak a szenteknek, hanem mindnyájunknak külön-külön is, emelte ki szentbeszédében a főpásztor. A szívünket, lelkünket eltölti ilyenkor az öröm, hiszen nagy megtiszteltetés, nagy égi kegyelem, hogy helyünk van az égben. De érezzük azt is, hogy ez felelősség is, hiszen nem mindegy, hogy hogyan élünk, hogy égi célunkat elérjük-e, hogy az Isten kegyelme bennünk nem lesz-e eredménytelen. Minden szentekkor azokat a megdicsőülteket köszöntöttük, akikről az egyházi kalendárium név szerint nem emlékezhet meg, az életszentség hírében meghaltakról, s akik a tisztító tűzben megtisztulva már megérkeztek a mennyek országába.